Vasárnap fejeződött be Torinóban a kerekesszékes vívó Európa-bajnokság, amely az utolsó kvalifikációs verseny volt a riói paralimpia előtt. Közel 30 ország több mint 150 vívója mérte összetudását. A magyar csapatban ketten képviselték a nyíregyházi színeket. Tarjányi István négy számban erősítette a válogatottat, míg Veres Amarilla sérülten is szerzett két ezüstérmet. Edzőjük szerint mindketten kihozták magukból a maximumot. Úgy gondolom, hogy soha nem előre várhatóak az eredmények, azok nagyon keményen meg kell dolgozni. Szerencsétlenség volt, hogy az EB előtti héten volt ez a sérülés a Marillának, és az indulás előtti napon vették le a gipszet, de ezt át tudta hidalni. Nagyszerű versenyzői képességű versenyzőről van szó, és hatalmas harcos, hatalmas küzdő, és ezáltal megint be tudta bizonyítani, hogy a világ élvonalába tartozik. Ez az a plusz, amikor eldől az, hogy egy versenyző jó versenyző, vagy klasszis versenyző. A paralimpiára készülő Veres Amarilla elmondása szerint teljesítő képessége határait feszegette. A sérülten vívó hölgy kitartásának két ezüstérem lett a jutalma. Az első versenynapon még nem tudtam magam ezen túltenni, olyan nagyon nagy fájdalmaim voltak, és az első versenynapom az rá is ment erre. A párbajtőr egyéni az nem úgy sikerült, ahogy általában szokott, de ez azért volt, mert még szokatlan volt ez a fájdalommal való versenyzés, és a verseny közben én rengeteget tanultam ezzel a három nap alatt, szerintem sportolóként és emberként is rengeteget fejlődtem, hogy a második versenynapomra már sikerült teljes mértékben kizárni a fájdalmat, és ilyen mértékű hatalmasat küzdeni, ilyet még nem csináltam soha. És szerintem senki nem csinált még ilyet. Tarjányi István kategóriaváltását követően két csapatban szerzett hatodik helyezéssel, valamint egy kard egyéni 9. és egy párbajtőr egyéni 11. helyezéssel tért haza Olaszországból. A célom az volt, hogy minél jobban szerepeljek az Európa-bajnokságon, mivel 4 versenyszámban indultam, 2 egyéni, 2 csapatban, így igencsak erőn felül teljesítettem, én úgy gondolom, és nagyon jól szerepeltem az első B-kategóriás Európa-bajnokságon. Tarjányi István legközelebb júniusban a Varsói Világkupa versenyen képviseli majd a magyar színeket. Veres Amarilla nem indul Lengyelországban, ő egy pihenőt követően elkezdi a felkészülést a riói paralimpiára.